A három forduló után még nyeretlen atomerőműese a 3-0-val álló, még veretlen Körment együttesét fogadta a Szekszárdi Sportcentrumban a férfi NB1-es kosárlabda bajnokságban. A mérkőzést nagyobb hőfokkal kezdte a Paks, Ellingsfeld és Brown vezérletével 5-8 pontos előnyt dolgozott ki, a túloldalon Gerett tartott a meccsben övéit. 23-17-ről kezdődött a második etap, melyben még egy lapáttal rátett korábbi jó teljesítményére a házigazda. Ellingsfeld mellé Buljevic és Bzolja is feljavult ebben a periódusban, a vendég Savic révén próbálta tartani a lépést kevés sikerrel. A nagyszünetben már megnyugtató 15 pontos differencia volt a felek közt. 52-37-ről folytatódott az összecsapás, amely igazi kosárzuhatagot hozott, ez a negyed 30-30-al zárult. A piros-kékeknél Djukanovic és Melvin szorgoskodott leginkább, a piros-feketéknél Stokes, White és Gerett termelte a pontokat. 82-67-et mutatott a tábla 30 perc után. A záró szakaszban az ASE már végig kézben tartotta a találkozót, a vasi alakulatnak csak felvillanásai voltak. Buljevic volt ekkor a vezér a Paksban, a látogató Ferenc találataival kozmetikázott. A végeredmény atomerőműese, Égis Körment 106-87 lett, így az ASE a negyedik fordulóban megszerezte első győzelmét a 21-22-es szezonban. Gratulálok a Paksnak, egy nagyon jó mérkőzést nyertek meg, remekül játszottak, és 1000%-ig az ő mérkőzésük volt ez. Fontos azért ezt megemlíteni, hogy ugye úgy jöttünk mi ide, hogy a Paks 0-3-mal állt, és ez mindig egy veszélyes dolog, mert felszívták magukat, és így sikerült nekik elérni az első győzelmet ebben a szezonban. Abszolút nem mutattunk semmilyen olyan játékot, amit elképzeltünk a csapattal, amit én próbáltam a játékosoktól kérni. Ezek a dolgok nem jöttek össze. Én úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás ez nem méltó a klubhoz sem, úgyhogy ezen mindenképpen dolgoznunk kell majd. Most van 2 napunk, biztos, hogy kemény 2 nap lesz, és utána próbálunk majd tovább menni. Gratulálok a csapatomnak, nem magamnak, hanem a csapatnak, ez egy igazi csapatmunka volt. 2 mérkőzést is hosszabbításban veszítettünk el, ez mindenképpen fájt nekünk, most viszont sikerült végre a szezon első mérkőzését megnyernünk, egy nagyon jó teljesítménye, természetesen előre gondolkodunk, megyünk tovább.